30 fölé emelkedett a Kaliforniában tomboló erdőtüzek halálos áldozatainak száma. A térségben lassan egy hete pusztítanak a lángok, több ezer épület leéget, és 25 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. Megállíthatatlanul ég a növényzet ebben a kaliforniai erdőben. Az erdőtüzek vasárnap kezdődtek és egész héten pusztítottak. Azt egyelőre nem tudni, hogy mi indította el a katasztrófát. A hatóságok azonban arra gyanakodnak, az erős széltől kidőlt elektromos kábelek lehetnek a felelősek. A térségben mintegy 25 ezer embernek kellett elhagyni a otthonát, sokaknak mindenük oda veszett. A Vöröskereszt menedékhelyeket állított fel az érintettek számára. Sokan, akik idejönnek, nem tudják, hogy mikor térhetnek haza, vagy hogy egyáltalán áll le majd még a házuk. A Vörös Kereszt hosszú távon igyekszik segíteni az embereknek, tehát a katasztrófa után is tartjuk velük a kapcsolatot, ha tudunk nekik segíteni bármiben, mondja a Vörös Kereszt egyik dolgozója. Több száz emberről azonban még mindig nem tudják, elmenekültek-e vagy a tűz áldozatai lettek. A lángok azonban legalább 30 emberi életet biztosan követeltek, ezzel pedig a tragédia az elmúlt közel száz év legtöbb áldozatot követelő tűzesete Kaliforniában. A térségben 8000 tűzoltó dolgozik, van, ahol még a rabok is besegítenek. Eddig az emberi életek mentésén dolgoztak, mostanra azonban sikerült előrelépniük a lángok elleni harcban is. A mai nap már jobban sikerült, két fronton harcolunk a tűzzel. Az életmentés továbbra is az elsődleges szempont, ma már a tűzoltóink haladnak előre a lángok megfékezésében is, mondta az érintett régi egyik vezetője. A térségben közben még mindig nagyjából 22 különálló tűzpusztít, amelyek több mint 3500 épületet tettek a földdel egyenlővé, és közel 70 ezer hektárnyi területet taroltak le. Köztük nagyon sok kanabisz sem semmisült meg. Kaliforniában tavaly legalizálták a marihuánát. A termesztők azonban nem tudnak biztosítást kötni földjeikre, mert a szövetségi törvények tiltják a termesztést.